Az egyik utolsó közé tartozó ülését tartotta meg a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa. A 16 települési tagból álló kistérségi évek óta jól működött. Ügyesen használták ki a pályázati lehetőségeket és észszerűen alkalmazták a közös feladatok ellátásáról szóló lehetőségeket. Még a nyáron megszűnik a társulás, a törvény mégis számos határidős kötelező teljesítést ír elő a tagok számára. Pénzügyi és feladatellátási beszámolóikat, koncepcióikat aktualizálni kell, amelyet meg is tettek a tagok. 2012. év pénzügyi teljesítését, illetően a szakmai munkát az egyes ágazatok vezetői beszámoltak róla, illetve a 2014-es év koncepciója volt még napi renden. Illetve egyebek között nyilvánvalóan szó került a társulás jövőjére, hiszen az új önkormányzati törvény értelmében 6. hó 30 az a dátum, ameddig dönteni kell az egyes társulási tanácsoknak, hogy átalakítják jelenlegi megállapodásaikat és tovább működnek, illetve megszűnnek. A társulás megszűnése után is lesz több olyan területe az életnek, ahol észszerűségből továbbra is együttműködnek majd a települési önkormányzatok. Ilyen például a központi orvosi ügyelet ellátása, amely indokolt és szükséges mind a 16 település lakosságának ellátása érdekében. A számok azt mutatják, hogy az ügyeletre szükség van, ugyanis 6000 fő körül létszám veszi igénybe éves szinten, ami 4-500 fő havonta. Ez elég nagy szám, ebben nem csak sürgősségi betegellátás van, ami az ügyeletnek lenne a funkciója, hanem nagyon sok beteg ugye elhanyagolja a betegségét, és hétvégén gondolja már úgy, hogy most már muszáj lenne elmenni orvoshoz. Tehát ebben ilyen esetek is vannak, ami kifejezetten nem sürgősségi ellátásnak bizonyul. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy egyes egészségügyi szakmai források úgy értesültek, 2014-ben az orvosi ügyelet rendszere is megváltozik. Központi, állami irányítás és feladatellátás lesz majd az ügyeleti rendszer.